600-800 ezer, 200 ezer, ezek úgy általában, és akkor vannak akik ilyen nagyon izé, hogy akkor még 12 ezeres körben így egy kicsit megpolírozzák, meg nem tudom, én még soha, nekem a 4000 a legfinomabb kövem, még azzal is lehet így. És a 4000-essel, nézed a különbséget, a 2000-essel képen? Nincs 2000-essel, csak 1200, hát persze, tehát megpolírozott, tehát ugye valójában arról van szó. De az nem egy látvány. Nem csak át, meg azért, ugye a mikroszkóp alatt megvizsgálnád, nagyon elhűlnél, hogy hogy néz ki egy 1200-esnek az éle, meg egy 4000-essel megfentél. És ugye, oké. Ezt nem veszed észre, mind a kettő borotválkozó, ugye? Meg azt mondod, hogy mind a kettő éles, csak más lesz az élethatóság. Azt mondják, hogy a finomabbra az élet, ha tovább tart. Hiszen az más. Igen, az ilyen gyerekjárt, de az más. Ez van egy kis műanyag tap. Ez egy 20 éves csiszolópapír, ami most rajta van kézi. Van egy műanyag tap hozzá, át kell nyomni, kisipassza is, nem megy az elszívása. Teljesen más. Ugye mondja, hogy vannak ugye két ország, vannak két irányok. Tehát ilyen szimetek. Mások, ő nem tudom. Akkor addig átadom. Jó. Igen, én is rajta leszek. Ezzel lehet joystickolni. Felfelé! Jó. Ne engem! Megy! Eltalált! Te! Jó, hogy nem a kamerát talált el! Lehet látni? Remélem, hogy lehet. Majdnem szembe talált! Bocsi, pont orba lőttelek, ne haragudj! De a felvétel jól fog mutatni. Az micsoda? Ozmo. Én videózhatok. Tudok. Tessék. Anyém. Az olyan, hogy itt a joystickkal lehet irányítani. Határozom nektek. Benne vagytok. Nekünk nincs olyan. De Józsi? Hát majd apa megcsinálja, átküldöm neki a templéteket. Sziasztok! Kivágja nektek, apa mérvágóval ezeket a mintákat, vagy nem gérvágóval. Van a minél a szétszedés. Szúrófűrésszel, és meg tudja nektek csinálni. Hát távozunk még akkor be. Tessék. De jó. Felfelé, így van. Hol egy? Nem fog menni, hogy ment. Ó! Ment. De ott van. De ment, ott van lent. Igaz? Veszem. Ez lehet, hogy trópus jó. Ez trópus jó szerintem. Ez meg itt nagyon úgy néz ki, mint egy nyíl réteget. Ezt is magyar. Ez is ezt megcsinálják. Ez meg akárt szerintem az a... Aha, simán lehet. Itt vannak az elemek, hogy azokat kérdelek. Tehát ő magyar ez a... Igen, de ezek nem az ő találmányai, csak Bünt István. Ő egy tanárember, és akkor valamennyire a könyvben miatt ő is rákapott, és olyan minőségben jár. Ő azt mondja, hogy elő
először megvettünk, majdnem egy kis rejtőzett 100 éves műveket. De ilyen, mit tudom én, 300-as művész. A szétszedi darabokra, több hónap alatt mindent letisztogat. Ezért. Egy olyan műhelyt rakott össze ilyen 100 éves gépekből, de iszonyú precízen összeadatja meg is. Az emél is készül. Elég a Erősebben húz, hát, jó lesz. Jó, akkor kém videó következik az ismert műhelyben. Na, ezért ellenkamás. Kém videózok. Helyes, nem baj. Majd kérjük a felvételeket. Persze. Itt vannak a remek művek. Na, én meg azt hiszem, megyek, aztán kucolok egy kis kumplit, mert lassan. Én meg iszok egy sört. Nem mondom, hogy hozzám, nem? Tényleg, a fülesek mennyire jók neked? Mennyire váltam? Nekem az a legjobb a három. Amint van, az... Ez tudod jó. Hát a három nem az jó. Nem. Igen, ez. Ami van nekem, ez is az. Ugyanilyen. Nekem is olyan van. Nem hozzá cuccot, mert nem. Utálom. Nem hallom a gépet, az a lényeg. Na nekem pont az a bajom, hogy... szinten igen, persze, az is kell, de én akkor azt mondom, hogy egyszerre megy minden. Tehát én fűrészni nem használom. Általában, ha csiszolok, mert akkor megy a porszívó, és hangos, meg a csiszolás is, akkor fölkapom. Vagy... a marógépnél esetleg néha. Csavarásnál nem használom egy fűrészgép, bármelyik gép, vagy szinte mindegyiknél. A devaltok mondjuk... Na ezért, bocsánat, még a gyalulák, az kegyetlen, de az egy hulladék volt. Hangos is, szav is. A Metabo, ugye nem kevés motor. Aha. Fak. Meglepően halk. Amikor hozzáír a fa, akkor a fa miatt van az én hangja. De elszívott, bekapcsolom mellé. Az hangos! Ja. Az igen, Bernardónak van hangja, pedig 80 decibeles, tehát nem az ilyen durva, de van hangja. Jó, sincs, hogy ez mekkora, de... Nem mindegyik egy 80-90. 84. Szerintem mindegyik hasonló. Ez az... Jó, hát... Az vashulladéknak jó, hogy egy másra nem szerintem. De azért néha használjuk, mert most nincs más. Majd egyszer. Nem, de váltok, azok viszonylag hangosak. Szerintem mindegyik gépen milyen 94-100 decibel között. Hát ezeknek... Nem az erős kell hozzá. Tehát azért nem. Biztos, hogy nem. Füles mindig rajta, mondom, a csavarozó már nem. Egyébként a Devaltnak a csavarozója, az a szinkron, az hangosabb egy kicsivel, mint a Mastertech-nek a csavarozója volt. Érdekes ez a csavarozó hang. Nekem a két Makita, a szénkefés, meg a nem szénkefés. És szerintem hangosabb az új, meg a régi. Visi. Iratkozzál fel! Mi az a pukát csatornájára? Rustika Design. Manufaktúra. Rustika Design. Manufaktúra. Na, tehát iratkozzál fel a Rustika Design Manufaktúra.hu-ra.